Kedden mindig kisebb a forgalom a csarnokban, de azért most is volt mozgolódás, főleg a barackkal és a dinnyével megrakott pultoknál. Eddig jól pörög a magyar dinnye, ami kiváló minőségű és jó áron is adják, de a földekről aggasztó hírek jönnek. A forróság állítólag leszűkíti a szezont, ami már most a csúcson van, pedig még csak július második felét írjuk. Úgy néz ki, hogy most van a csúcs, tehát most van a legtöbb érett dinnye a piacon. Ez azt jelenti, hogy egy két héttel előbbre járunk, mint ahogy általában szoktunk a dinnye éréssel. Úgyhogy valószínűleg, hogy augusztus 20-a előtt le fog futni a dinnye nagy része. Ugye általában akkor szokott a legnagyobb csúcs lenni, most úgy néz ki, hogy egy két héttel előbb lesz. Tehát valószínű, hogy augusztus végéig a magyar dinnyeknek csak a normál érésű dinnye az le fog érni, és csak a késői érésűek lesznek, ami nyilván jóval kisebb mennyiség lesz, mint ami szokott lenni. Mi a hír a termelőktől? Meddig tarthat ki a szezon, és a forróság mennyire bántja, zavarja a dinnye érését, okozhat-e mondjuk megbetegedést? Megbetegedés nem is itt az a probléma, hogy egyszerre érett be nagy mennyiségű dinnye, tehát most van a dömping, és innentől kezdve csak egyre kevesebb lesz a mennyiség. Eddig milyen a forgalom, elégedettek a vásárlók, elégedett vagy te, mondjuk egy szűkebb szezon is jól jöhet nektek? Nem tudom, ezt majd a végén megmondom igazából. Úgy tűnik, hogy egyenlőre jól fogy a magyar dinnye, de igazából most várnánk a nagy csúcsot, ami valószínű majd be is következik, hogyha újra meleg lesz. Úgyhogy remélem, hogy azért jól fog a kisebb szezonban is megfelelő mennyiséget tudunk eladni belőle. Az eddigi dinnye forgalommal elégedettek a kereskedők, és a vásárlók sem panaszkodhatnak. Van elég dinnye, ráadásul kedvező áron is kínálják, de úgy tűnik ez sajnos idén nem tart majd sokáig. Sajnos nagyon úgy néz ki, hogy előbb vége fog szakadni a dinnye termesztésnek, sőt nem csak a termésnek, hanem a termesztésnek is, mert panaszkodnak a dinnye termesztők, hogy nincs értelme, nem éri meg nekik ez az egész cécó. Hát nagy a szárazság, klímaváltozás, stb. Most a UV, tehát a nagy sugárzással küszködnek, próbálják meszeléssel, meg egyéb dolgokkal védeni a dinnyét, tehát ne ijedjen meg senki, hogyha véletlenül ilyen kis fehér foltokat talál a dinnyén, mert az egy hagyományos mész, ami nem okoz semmilyen kárt a szervezetnek. Hát most elérte a csúcspontját a dinnye, nagyon finom, egyelőre még, de szerintem a dinnye körülbelül olyan augusztus 20-a, jó, hát itt csak napot tudok így a termesztők után mondani, hogy körülbelül akkor vége is szakad. Későbbiekben még esetleg vannak ezek a későbbi fajták, bár annak a héja vastagabb lesz, de bízunk abba, hogy annak még édes, jó minősége lesz. Nem csak a termésnek, a termelésnek se tesz jót az extrém elhúzódó forróság. A kereskedők még a későn érő fajtákban bízhatnak, de így sem fog kitartani a mostani dinnye szezon augusztus 20-áig. Pedig általában akkor van a csúcs, és fogy a legtöbb a mézédes hazai piros belűből.